Bár az időjárás kissé zord, a gáti örökifjú civil szervezet tagjai most sem tétlenkednek. A település egyik lakójához, Kacsó Idához érkeztek. Az idős hölgynek több mint 20 éve volt autóbalesete, aminek következtében combnyaktörést szenvedett, azóta nehezen közlekedik. A háború kitörése óta pedig szinte egyedül van, ezért amiben tudják, támogatják. Most egyedül vagyok itthon. Nehéz, de na mit csináljunk így. Így kell elfogadni az életet, ahogy van. Már 21 éve, hogy balesetem volt, biztos hallottátok akkor. Na, azóta még az is tudom, hogy így is tudok járkálni, hogy 21 év után botta is, mert akkor csak tolókával hoztak fel. Vagyis nem is tolókával, hanem székbe. Csak úgy hoztak fel azt azóta. Na, lassan-lassan éldegélek. Sokat segít, mert úgy én a kevesebbet kell a boltba. Vagyis na mindig rászorulok valakire, hogy na hozzon eztet és aztat, és a boltba így meg már itt van. Mindennek örülni kell, minden kicsinek meg kell becsülni. Azt mondják, hogy mindennek hasznát kell venni. A háború kitörése óta sajnos megváltozott Kárpátalján az élet. Sok család él szétszakítottságban, a fiatalok külföldön, míg sok esetben az idősebb generáció szinte teljesen egyedül birkózik meg a napi feladatokkal. A gátiak abból a megfontolásból hozták létre a Forever Young örökifjú civil szervezetet, hogy a helyiek igényeit felmérve segítsék a fiatalok és az idősek mindennapjait. Ezúttal egészségügyi napot szerveztek. Először is, ugye mivel megkezdődött ez a civil szervezet általi támogatás, hogy segítsük az időseket, segítsük a gyerekeket, felvetődött egy olyan probléma az időseknél, hogy többen jelezték, hogy jó lenne nekik orvosság is. Ugye, mivel kapcsolatban vagyunk ezzel a német humanitár 21-es segélyszervezettel, Mauritz Judit ton keresztül, és neki szóltam, hogy ha tudnak bármiben segíteni, akkor nagyon szívesen fogadnánk. Mondták, hogy minél hamarabb beszerzik azokat az eszközöket, mint a cukormérő, vérnyomásmérő, szaturációmérő, és besegítenek az orvosságok beszerzésében. Miután ezeket beszereztük, úgy döntöttünk, hogy most leszervezzük ezt a napot, mellé bevontuk a mobiloptikát, aki megint csak ingyenes vizsgálatokat végez, mellette lehetőség nyílik a szemüvegvásárlásra, és így próbáljuk a hétköznapokat az öregebb nemzedéknek egy kicsit színesebbé varázsolni. A Gáti Kultúrházban többek között vércukor és vérnyomásmérést, szaturációs vizsgálatot vehettek igénybe az odaérkezők, valamint konzultációra is lehetőség nyílt. A nyugdíjasok és rászorulók a helyszínen a vizsgálatok mellett gyógyszereket is kaphattak a magas vérnyomás, fájdalom, gyomorpanaszok és egyéb betegségek kezelésére. Gál Géza családorvos szerint a szűrések életeket is menthetnek, ezért nagyon fontosak az ilyen események. Nagyon fontosnak találom ezeket a szűréseket, mert hogyha idejében vannak diagnosztizálva a krónikus betegségek, akkor sokkal könnyebb őket gyógyítani, és sokkal effektívebb a gyógyulás, meg a gyógyítás is. Nagyon fontosnak tartom az ilyen találkozásokat, mert ilyen non-oficiális keretek között vannak ezek megszervezve, ide jönnek, és lássák, hogy nem csak a családi orvosnak a feladatja, hanem a család, vannak, hála Istennek, vannak nagyon jó civil szervezeteink, akik segítenek nekünk ebben a nagyon nehéz munkában. Ez nagyon fontos, hogy a krónikus betegekre ilyenkor sokkal jobban oda kell figyelni. Igaz, mert vannak ezek a elmondtuk, milyen hatalmas nagy forró nyár után jött egy mínusz 20 fokos hőmérsékletese is, légnyomásesély szelek vannak. Ilyenkor a nagy légnyomás ingadozástól az időseknek az érrendszere már nem olyan elasztikus, és ilyenkor szoktak bekövetkezni az érkatasztrófák. Ilyenkor a sztrókokra, az agyvérzésekre gondolunk, az infarktusokra, mindenféle trombotikus elváltozásokra, és ilyenkor nagyon fontos, hogy figyeljünk oda a vérnyomásra, a cukorszintre, ezekre a banális dolgokra, amit banálisan
egy helyen el lehet intézni, de ettől a számoktól tudjuk megállapítani, hogy most akkor milyen állapotban van a betegnek a szervezete. Amíg bent az egyéb vizsgálatok zajlódtak, addig kint egy mobil optikai busz is jelen volt, ahol ingyenes látásvizsgálatot biztosítottak. Ezen belül mód volt a távoli és közeli látás ellenőrzésére, komputeres diagnosztikára, a meglévő szemüveg dioptriájának ellenőrzésére. Ezt követően megvizsgálták, hogy a szemüveg megfelele a páciens látási paramétereinek, és ingyenes szemüvegmodellt készítettek. Nem csupán a gátiak, hanem a kistérségi képviselőtársak szerint is jó kezdeményezést indítottak el Hi Arnoldék. Szeretném megköszönni a meghívást képviselőtársamnak. Én szerintem az, ami gáton zajlik hetek, hónapok óta, az igazán megsüvegelendő. Látok igazi tenniakarást, látok sikereket, ami mindenképpen követendő példa is lehet akár. Aki figyelemmel kíséri a gáti közösség életet, az láthatja, hogy a legkisebbektől kezdve most épp a legidősebbekkel egyaránt mindenkivel foglalkozva van. Mindenképpen a civil szervezet, ami létrejött és fennáll, az aktív. Lehet ez másnak is példa, a civil szervezetek munkája, ezt tapasztalatból is mondhatom, az nagyon fontos és igazán előretekintő, eredményes is tud lenni. Abban az esetben, hogyha tényleg megvan a tenni akarás és az igazi tiszta szándékok, akkor ez eredményes is lehet. Tényleg az, hogy az időseggel is foglalkoznak közösségeinkben, községeinkben, ez mindenképpen nagyon jó dolog, úgyhogy sok szerencsét kívánok a gáti civil szervezetnek a további tevékenységében. Az egészségügyi nap sikeresen zárult. A rossz időjárás ellenére is sokan vettek részt a vizsgálatokon, amelyekben a helyi és a beregszeszi családorvosok, nővérek segítkeztek. A civil szervezet szeretne több ilyen napot szervezni, terveik szerint akár havonta is lehetőség nyílna rá, ha elegen állnak majd a jó ügy mellé.